Különféle ilyenségek készülnek ezen a főzőversenyen. A szakmai zsűri nem csak az ízeket, hanem a munka menetét, illetve a sütési és sajtszórási folyamatokat is felülvizsgálja. A főzőversenyre Erdély több szegletéből érkeztek a diákok, hamar meg is tanulják a gasztronómia fortéljait. Kell nagyon sürögni, forogni a konyhán, nagyon figyelmes kell lenni, mert rendet tartani. Többen azért vesznek részt a megmérettetésen, hogy tapasztalatra tegyenek szert. Ez segít a fejlődésben. Már idén ez a harmadik versenyem, ilyen különböző helyeken, tájokon, és különböző gasztronómiai különlegességeket ismerek meg ezáltal. A Kolozsvári Református Kollégiumban 2014-ben indult el a szakoktatás. A pedagógusok arra törekszenek, hogy az oktatás minőségi és főként gyakorlati legyen. Azt mondják, a szakoktatás garanciát jelent a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre. Minden diákunk szakásdiák lenne, akkor sem lenne elégséges csak a kolozsvári piacnak. Természetesen nem csak szakásdiákjaink vannak itt, tehát más szakmában is tanulnak. Hát csak annyit mondjak, hogy több 10 és 11-es diákunk úgy jár iskolába, hogy közben neki már valahol van egy munkahelye. Tehát, hogy már akár részmunkaidővel is, vagy hétvégén alkalmazzák, mert hogy nagy-nagy szükség van jó szakemberre, és főleg azokra, akik komolyan is veszik a szakmájukat. Ennek ellenére a statisztikák azt mutatják, hogy Romániában a diákok mindössze 1/5-e iratkozik szakiskolába.